Múlt pénteken hagyományos Péter Pál napi aratónapot tartottak a Jászapáti Gazdakör és Járvas István országgyűlési képviselő szervezésében, ahová mi is kilátogattunk. A borús esős idő az arató gazdák ellensége, mert a gabona minősége is romolhat, no meg a földekre sem lehet úgy rámenni. Ki is jutott a Jászapáti Péter Pál napig aratóknak az esőből bőven múlt pénteken. Úgy szakadt, mintha dézsából öntenék, de a gazdák ismerve az időjárás szeszélyét egyre csak gyülekeztek a biztos fedél alatt, hogy a hagyományoknak megfelelően emlékezzenek meg a régi aratások kezdetéről. A Jászapáti Gazdakör minden évben megszervezi a hagyományos Péter Pál napi aratás, amely az aratás kezdetét jelenti egyébként, tehát ez nem aratóverseny, nem az aratás befejezését, hanem a kezdetét jelenti. Régen vagy családok arattak, vagy pedig kisebb csoportok, arató brigádok jöttek létre, és akkor a csoport vezetője, az aratócsoport vezetője az megalkudott a gazdával, és akkor elkezdődött az aratás. Az aratásnak van néhány olyan szép hagyomány, amit ma már talán kevesen tudnak. Az, hogy az aratás, mikor végezték, egyetlen táblának minden sarká mindig hagytak egy kicsit a sarokba az égi madalaknak. Nem gerebjézték az összeset teljesen, mert hát kellett hagyni a szélnek, tehát a természeti erőket és az állatokat mindig tiszteletben tartották. Aratás végén egyébként a búzatávla tulajdonosa, vagy akik megegyeztek, megbeszélték az aratást, akkor összekötötték egyébként a lábát a gazdának egy ilyen búzából font kötéllel, és megígértették vele, hogy akkor meghívja az aratókat egy vacsorára. Ugyanaz aratás végén, és most még csak az elején vagyunk, de ez a vacsora most sem váratott magára, hiszen a rossz idő ellenére is rotyogott a színültik bográcsokban a birkapörkölt, mely az aratókra és a vendégekre várt. Az eső közben elállt, de vajon lehet-e ilyenkor még aratni? Meg kell nézni, ki kell vonulni, és majd az aratóbrigádnak a vezetője, jelen esetben az a Jakab István, majd megállapítja, hogy lehet aratni, vagy nem. Ha nem lehet aratni, visszavonulnak, ha lehet, akkor neki fognak. Neki is fogtak, mert elég száraz volt a talaj a munkához. Kicsit megázott a búza, de könnyű volt-e vágni? Hát nekem könnyű volt, hisz hozzá van szokva a kezem. Értem, és milyen volt a kasza? Éles volt eléggé? Hát ezt kölcsön kaptam, de rendes gazda kaszája kiválóan meg van élezve. Ki van kalapálva rendesen. Értem, nagyon élen járt most a kaszázsra. Ön kezdte meg? Hát természetes, hát erre kértek, ennek feleltem meg. Mikor volt utoljára kasza a kezében? Hát legutóbb tavaly nyáron, ilyen rendezvényen, de én ebben éltem, ebben nőttem fel, engem még az édesapám tanított meg aratni. No, abban nem is volt hiba, hiszen a kijelölt területen csak úgy gyűlt a levágott és összegyűjtött gabona. Az öreg úrnak kalapja, volt a kalapon egy szalagja, volt a szalagér nagy haragja, amikor a macska bekapta. Volt az öreg úrnak kalapja, volt a kalapon egy szalagja, volt a szalagért nagy haragja, amikor a macska bekapta. Volt az öreg úrnak kalapja, volt a kalapon egy szalagja, volt a szalagért nagy haragja, amikor a macska bekapta. Aztán jött a szentelés, meg a megérdemelt vacsora, ahol három nemzedék gazdái ültek fehér asztal mellé, és ünnepelték a Péter Pál napi aratások kezdetét.